Zongorajáték köszöntötte a Szabadkai Nemzetközi Levéltári Nap résztvevőit a Városháza dísztermében. Sztefán Macskovics, a Szabadkai Történelmi Levéltár igazgatója elmondta, hogy a konferenciára nagy volt az érdeklődés, hiszen sokak számára fontos dolgokról tanácskoznak, mint amilyen az anyakönyvek digitalizációja is. Digitalizáció nagyon fontos. Ez a fajta anyag volt éppen az, amelyiket mi fogtunk, vagy kezdtünk digitalizálni. 6-7 év ezelőtt már kezdtünk azzal. Most folyamatban lesz egy folyamat lesz, hogy kell visszaadni az anyakönyveket, és éppen azért is a minisztérium kéri tőlünk, hogy digitalizáljunk mindannyi ezt a könyvet, amit vissza fogunk adni. Sarusi Kis Béla Magyarországról érkezett Szabadkára. Budapest főváros levéltárának főosztályvezetője szerint az anyakönyvek digitalizációja korán sem egyszerű feladat. Az anyakönyvi kutatások Magyarországon is rendkívül sok vitát váltanak ki a jogi szabályozás tekintetében, a szakmai hozzáállás egységesítése napirenden van. Amit az is bonyolít, hogy az elmúlt időszakban az elektronikus anyakönyvvezetés vált aktuálissá, úgyhogy az eddig kialakított levéltári gyakorlatot fölül kell vizsgálnunk nekünk is, és új módszereket kell kialakítanunk. A szakember hozzátette, hogy az elektronikus iratokkal akkor is kezdeni kell valamit, hogyha ehhez esetleg nincs is meg a kellő infrastruktúra és gyakorlat, ebben pedig mindenképpen segíthetik egymást a határon innen és túlélő kollégák.